Szeretettel köszöntök mindenkit a hit világában, dicsértessék a Jézus Krisztus. Drága jó testvérek, a húsvéti időszakot éljük most az egyházban. Ez azt jelenti a húsvétnak, a legnagyobb keresztény ünnepnek, amikor Jézus Krisztus értünk való halálát és feltámadását ünnepeljük, az nem csak egy egyszeri alkalma az egyházi évnek, meg a mi életünknek, hanem egy 50 napon át tartó időszak, ami ugye pünkösdik tart, amikor a Szentlélek elérkezik és kiárad, és ez az 50 nap, ez gyakorlatilag arról szól, hogy a mi életünkben az az erő, az az isteni erő, amivel Krisztus feltámadt a halálból, az a rendelkezésünkre áll. Az Isten ereje elérhető a mi számunkra a mindennapjainkban, a személyes életünkben. És ha engedjük, akkor ez az erő alakít bennünket, formál bennünket, alakítja az életünket, változtatja a személyiségünket. Egyre inkább Krisztusi vált bennünket. Vagyis bennünket is vezet a feltámadás felé, kivezet a régi életből az új életre. Erről szól számunkra a húsvéti időszak, és erről szólnak a húsvéti időszaknak a Szent Mise olvasmányai, szövegei. És én ebben a mai adásban szeretném nektek felolvasni a mai Evangéliumot Szent János könyvéből, és egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban megosztani veletek, amit bennem a Szentlélek felszított eh, ennek az igének a kapcsán. Hát hallgassuk meg most az evangéliumot Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg, atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi Áldunk téged, Krisztus! Hát drága testvéreim, akik ezt az adást hallgatjátok, és nézitek, ez a csodálatos evangéliumi szakasz nagyon mély vizekre vezet bennünket, olyan területekre, amik alapjában érintik, ami... Keresztény lényünket, jól ismerjük ezeket a szavakat is, hiszen nagyon sokszor hallottuk már valószínűleg ezt a példabeszédet, és többen fejből el is tudnánk mondani a Jézusnak a tanítását ebből a szakaszból. De mégis hogy fölmerül bennem a kérdés ennek kapcsán, hogy mit jelent alapvetően kereszténynek lenni. Mert sokszor az alapján határozzuk meg, hogy valaki jó keresztény, hogy valaki jó katolikus, hogy betartja azokat a szabályokat, amiket a, a, a szentírásban, a kinyilatkoztatásban kaptunk, amiket az egyház elénk tár, nem lop, nem csal, nem hazudik, nem törházasságot, nem hajt el magzatot, ne még az egyházadót is befizeti. Ugye sokszor ezek alapján határozzuk meg azt, hogy valaki mennyire jó, Hívő, hogy mennyire eh, odaszánt az ő élete az Istennek. Valójában én azt gondolom, ezek fontos dolgok, de a lényeg nem ez. Ezek, eh, ezek következmények. Az, hogy az erkölcsileg az életünket hogyan rendezzük be, milyen értékek mentén gondolkodunk, élünk és selekszünk, az következmény. De minek a következménye? Egy személyes találkozásnak és egy élő személyes kapcsolatnak a következménye. Hogy Benedek pápa is, Mondja, hogy a keresztény hit kezdetén nem egy nagy eszme áll, hanem egy élő találkozás. És ez az evangéliumi szakasz azért nagyszerű, mert pontosan erre az élő találkozásra hívja fel a figyelmünket. Élő kapcsolat az élő Istennel, aki élő módon szeret bennünket és vágyik a mi közelségünkre minden nap. Régen is kérdés volt, hogy mitől lesz valaki, keresztény, mitől lesz valaki jó keresztény. A Szent Leckét most nem olvasom föl a mai Szent de egyébként érdemes, hogy mindenki számára elérhető az Adorémus, illetve interneten az igenaptar.hu, igenaptar.hu, ha oda fölmegyünk, ott elérjük a napi Szent szövegeket, és, érdemes ezeket minden nap elolvasni, főleg most, amikor nem vehetünk részt személyesen Szent hiszen az Isten szól hozzánk, a, ezeken az olvasmányokon keresztül, és formálni akar bennünket. És ha elolvassuk a mai Szentléckét, ott azt a jelenetet találjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy Pál és Barnabás fölmennek Jeruzsálembe egy vitás kérdésnek a tisztázására, míg pedig azt a kérdést tisztázni, hogy fölmerül ott a zsidók körében, a farizeusok írás tudók, akik megtértek, azt mondják, hogy ahhoz, hogy a pogányok keresztényé legyenek, Először nekik is fel kell venniük a zsidó hitet. Először nekik is meg kell tartaniuk a mózesi törvényt. Ez is, és Pál és Barnabás fölmennek Jeruzsálembe, hogy ezt a kérdést tisztázzák. Tehát régen is kérdés volt ez, hogy akkor most mit is jelent kereszténynek lenni? Be kell tartanunk először a törvényt, és utána vár minket a keresztény élet, vagy hogyan van ez? És ha tovább haladunk, ha visszatérünk erre az evangéliumi szakaszra, akkor, akkor látjuk azt, hogy amiről Jézus beszél, az az, hogy valójában a, a, kereszténység az nem azon áll vagy bukik a keresztény élet, hogy törvényeket tartunk be, hogy bizonyos szabályokhoz igazodunk, hanem egy élő kapcsolat. Hogy a mi kereszténységünk az egy új élet, Pálapostól azt írja a római levélben, 6. fejezet, 3. 4. vers, hogy nem tudjátok, hogy akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg? A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is az új élet újdonságába járjunk. Hát, kedves testvérek, régen és most is így van, a felnőtt keresztelkedők, hogy a húsvétkor kapják meg a szentségeket. Sajnos ez az idén elmaradt. De most is a húsvét, illetve a húsvét időszaknak egy központi üzenet, hogy visszaemlékezünk, és felszítjük magunkban azokat a kegyelmeket, amiket a keresztségükben kaptunk. Amikor a keresztségben Krisztussal együtt mi is eltemetkeztünk, vagyis meghalt bennünk a régi ember, meghaltunk a bűnnek. Meghaltunk az ösztöneinknek, meghaltunk a, a, a bűnös vágyainknak, és újjá születtünk Krisztussal, a feltámadásra, az új életre. Nem akkor fogunk feltámadni Krisztussal, amikor a mennybe jutunk, meg amikor az idők végén az Isten újjá teremt mindent, és mi is feltámadunk, hanem újjá születtünk már Krisztusban a keresztségben az új életre. És ez az üzenete a húsvétnak, és ez az üzenete a húsvéti időszaknak és az evangéliumhoz visszakanyarodva, ahol Jézus ezt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Vagyis azt mondja Jézus, én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővessző. Vagyis nektek akkor van életetek, hogy ha ti rám kapcsolódtok. Azt mondja, ha, ha levágják a szőlőt a szőlőtőről, akkor elszárad, akkor nincs élete. Akkor csak arra jó, hogy kidobják és a tűzre vessék. De azt mondja Jézus, hogy az a szőlőtő, amelyik, az amelyik rám csatlakozik, és az én életem áramlik benne, az gyümölcsöt fog hozni. Ha mi az Istennel élő kapcsolatban vagyunk, ha napi szinten élő módon hozzá csatlakozunk, hozzá kapcsoljuk az életünket, akkor az életünk elkezd gyümölcsöket teremni. És itt jön az, amit az előbb mondtam, hogy, hogy utána már új módon éljük az életünket, utána már tudunk új értékek mentén gondolkodni és cselekedni. De az elsődleges dolog az a kapcsolat. Rákapcsolódni Krisztusra, aki a szőlőtő. Azt mondja Jézus, hogy az én Atyám lemeci és megtisztítja ezt a szőlőt. Sokszor, a, ugye nyilván a, a szőlőnek is fáj ez a tisztogatás. Az, hogy lemecenek róla egy darabot. Nekünk is fájdalmas az, amikor amikor az Isten metszeget bennünket, amikor megtisztít bennünket, amikor az életünket metszegeti. De gondoljunk arra, hogy miért metszik meg a szőlőt? Azért, hogy, hogy a, a szőlőben folyó tápanyag az oda jusson, ahova kell. Abba a gyümölcsbe, abba a szőlővesszőbe, amelyik terem, amelyik gyümölcsöt képes hozni. És mi életünk is ilyen, hogy az Isten lemetszik rólunk a, a holt e, szőlő e, veszőket, azokat, amik, amik nem teremnek gyümölcsöt. Azért, hogy az életünk erősebben teremjen, hogy gazdagabban teremjen, hogy bővebb gyümölcsöt hozzon, és hogy, hogy több gyümölcsöt bírjon el. És nagyon érdekes, ugye a, a, a szőlő hasonlattal él Jézus a szőlőben. A, ugye a vizet felszívja a földből a tápanyag, eljut a szőlővesszőkig, a gyümölcsökig. És gondolhatunk arra a jelenetre, amikor, amikor Jézus a szamáriai asszonynal beszélget, és azt mondja, hogy én élő vizet adok neked. A víz a tápanyag, nem csak a szőlőben, nekünk is. Nekünk az élő víz a lelkünk tápláléka. És mit mond Lukács ott a szamáriai asszonynál? Azt mondja, hogy és Jézus a Szentlélekről beszélt, hogy számunkra az élő víz, számunkra az Isten életereje, aki bennünk áramlik, és aki mi gyümölcsözővé teszi az életünket, az nem más, mint a Szentlélek. Ő az, aki képes bennünket jó cselekedetekre, a szeretetnek, az irgalmasságnak a cselekedeteire indítani. A Szentlélek, aki bennünk áramlik, az Isten lelke, de akkor áramlik bennünk a Szentlélek, ha mi szorosan Krisztusra kapcsolódunk. Ha ő belőle nyerjük a táplálékot, a tápanyagot, az éltető vizet, az éltető szent lelket belőle szívjuk magunkba. Azt mondja Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a tanítás által. Vagyis Jézus az ő szavai által már mindent a tudtunk adott. Jézus mindent elmondott nekünk, ami ahhoz szükséges, hogy az életünk Gyümölcsöt termő legyen. A dolog innentől rajtunk áll, hogy nekünk ezt a tanítást be kell fogadni, el kell sajátítani és életté kell válni. Ezért nagyon fontos, hogy minden nap rá csatlakozzunk Jézusra, aki a szőlőtő. És azt mondja, Jézus, maradjatok bennem, és akkor én is bennetek maradok. Hogyan tudunk mi Jézusban maradni? Ez különösen fontos most. Itt a, a vírusnak, a, az elszigeteltségnek, a karanténnak a napjaiban most is van lehetőségünk Krisztusban maradni. Nem csak a rendszeres szentáldozás, szent mise látogatás, szentgyónás által vagyunk mi Krisztusban, hanem Jézus azt mondja, hogy a, ha, ha, bennem ott van a, a, ha benned ott van az én igém, akkor én ott vagyok benned. És ha bennünk ott van Jézus Krisztusnak az igéje, az ő szavai visszhangoznak a lelkünkben, az értelmünket Jézus szavai töltik meg, a Szentírásnak a szavai, akkor Krisztus nem csak mellettünk van, nem csak körülöttünk van, hanem az ő szaván keresztül bennünk van. És belülről éltet bennünket. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy a, a mostani napokban, a vírusnak a napjaiban, az elszigeteltségnek a napjaiban vegyük elő a szentírásunkat minden nap. Ha más nem, akkor a napi szentmise olvasmányokat Hadorémuszból, az igenaptár.hu-ról olvassuk el, engedjük, hogy Jézus megszólítson bennünket, hogy az ő szava által ő bennünk legyen. És azt mondja Jézus, ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Az Isten kész mindent megadni nekünk, amit mi kérünk tőle, és ami a, a mi lelki üdvösségünkhöz, ami örök életünkhöz elengedhetetlen. És ezek a dolgok, ez a gazdagság, ez az élet, ez mind elő van készítve számunkra. Nekünk csak ki kell nyújtani a kezünket, és, és el kell fogadnunk az Istentől, amit ő kínál, kínál nekünk, az ő igényén keresztül. Most, ezekben a napokban, a bűnbánattartáson, a vágyáldozáson keresztül megkapjuk a szent lelket, közeleg a pünkösd, egyre fontosabb, egyre sürgetőbb az, hogy vágyakozzunk a szent lélek után, hívogassuk őt, jöjj szent lélek, töltsd be az életemet, áramoljál bennem, mert te vagy az Isten éltető vize számomra, és te teszed gyümölcsözévé az én életemet. hívjuk a szent lelket, és engedjük, hogy ő gyümölcsözővé tegye a mi életünket. És egy rövid imával szeretném befejezni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szentlélek Úristen, hálát adok neked a te tanításodért, az evangélium örömhíréért. Hálát adok azért, hogy segítettél engem a tanításban, hogy megnyitottad a nézőknek, a hallgatóknak nem csak a fülét, hanem a szívét is, a tőled jövő tanításra, mert a Te szavaid, Uram, lélek és élet, és mi benned akarunk élni, és benned akarjuk, hogy az életünk gyümölcsöző és boldog legyen. Köszönjük, hogy Te ezeket az ajándékokat előkészítetted számunkra, küld el nekünk szent lelkedet, és kérünk, hogy töltsd be bennünket minden kegyelmeddel. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ha, ha,